Miskolccal közösen Debrecen rendezi a 7. Európa Egyetemi Játékokat. Ez Európa legnagyobb multisport eseménye, a világ harmadik legnagyobb multisport eseménye, az olimpiai és az egyetemi világjátékok után. És a mai alkalom az a Debreceni Egyetem sportolóinak, sportvezetőinek, önkénteseinek, szervezőinek egy ünnepe, egy csapat értekezlet egyben, illetve egy ünnepélyes fogadalomtétel, ami én már mondhatom azt, hogy hagyományos ezelőtt a nagy rendezvény előtt. Azon van itt a hangsúly, hogy valamilyen szabályok szerint egy diákközösség kontinentális méretekben, Debrecenben együtt van, és összekeveredik az 500 éves egyetemnek és a mai modern kultúrának azok az érzései, amik felszabadulnak, akármilyen sportot lát, még a gombfocinál is, hogyha mondjuk a franciák játszanak a magyarokkal, akkor egy kis aprócska kis gólhoz jut, akkor hirtelen abba feltör minden. Én azt gondolom, hogy ezeket a hallgatókat nagyon sok minden fogja egymáshoz kötni. De amikor fiatalok vagyunk, akkor nem biztos, hogy tudjuk azt, hogy talán a legnagyobb kincs van a kezünkben, a fiatalságunk. És azok az élmények, amit fiatalon össze tudunk varázsolni, főleg ilyen léptékben, azok örökre velünk maradnak, azt soha nem fogja tudni elvenni tőlünk senki. És most ezt adjuk ezeknek a diákoknak, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nemes érzés, hallatlan büszkeség, és semmi másra nem hasonlít. Európa 36 országából érkeznek, több mint 350 egyetemről, úgyhogy nem csak sport, hanem felsőoktatási esemény is egyben. Igen népes a magyar delegáció, és ennek nagyjából az egynegyedét, egyötödét adja a Debreceni Egyetem. Ez azt jelenti, hogy 110 sportoló, és mintegy 30-40 olyan csapatvezető, edző, kísérő, aki a sportolók munkáját segíti, vesz részt a rendezvényen, de mindenképpen ide számolom a több mint 200 önkéntesünket, főleg sportszervező, illetve testnevelő tanárszakos önkénteseinket, akik nagyon nagy munkát fognak itt a következő 3 hétben vinni, és ide számolom azt a több mint 200 kollégát is, akik a Debreceni Egyetem különböző egységeiről, a kancelláriától, a rektorhivatalon át, pályázati közbeszerzési és egyéb üzemeltetési osztályról érkezve igazolják azt, hogy itt Debrecenben az összefogás az valóban működik az egyetemen belül is, az egyetem és a város között is. Egy ilyen eseményt megszervezni létszámában egy soha nem látott méretű rendezvény Debrecenben, hiszen nagyon sok sportesemény volt már a városban is, de itt most 2500 résztvevő fog megjelenni a következő 2 hétben. És ha arra gondolunk, hogy körülbelül ilyen létszámú volt versenyzői, kísérői oldalon a tavalyi budapesti atlétikai világbajnokság, akkor el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora feladat. Nyilván több sportágban, nyilván más színvonalon, egyetemi sportszínvonalon, és nem csak a versenyekről, hanem a kapcsolatokról, a szabadidőről is szól ez az egész. Úgyhogy egy nagyon színes rendezvényre számítunk, amiben borzasztó sok logisztikai, szállásoltatási, étkeztetési és biztonsági feladat van. Úgyhogy sok százan fognak ezen dolgozni. A kollégák, akik feladatukként, munkaköri feladatukként, külön feladatként végzik, és több százan önkéntesek, akik segítenek abban, hogy ez az egész rendezvény sikeresen véget érjen, amit magam részéről ugyanúgy várok, mint ahogy azt is vártam, hogy elkezdődjön. Nagyon örülök neki, hogy egy ilyen nemzetközi eseményen vehetünk részt. Ez nagy boldogság számunkra. Remélünk, hogy sikerül minél jobb eredményt elérni. Úgy hallottam, hogy elég neves kézilabda nemzetekből érkeznek csapatok, szóval kíváncsi vagyok, hogy milyen erősségű csapatokkal találkozunk, de úgy gondolom, hogy nagy várakozásokkal tekintek a következő időszakra. Bízok abban egyébként, hogy a szurkolóink azok megtisztelnek az idejükkel, és ránk szánják itt most az EU-s ide alatt is. Ha nem is minden mérkőzésen, de talán egy-egy mérkőzésen, ha kint lesznek, az már számomra nagy boldogság lenne, nagyon örülnék, büszke lennék rájuk. Szóval én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb előnyünk nem lehet, mint hogy itt játszunk Debrecenben, a Debrecen Egyetem létesítményeiben. Szóval örülök ennek. A csapat igazából idén változott meg először, de 3 alapember még mindig benne van az előző 2 évhez képest. Tulajdonképpen szerintem nagyon jó a hangulat, mind deacosok vagyunk, így együtt szoktunk edzeni, úgyhogy már régről ismerjük egymást. Nagyon nagy dolog, hiszen, mint ahogy igazgató úr is mondta, ez egyik legnagyobb nemzetközi rendezvény, és nem csak mint sportrendezvény, hanem mint egyetemistaként is nagyon nagy dolog, és külön
jó érzés az, hogy itthon van, és hazai rendezésű. Nagyon sok pluszt ad egyébként, nyilván idegenben is jól játszani, de azért a hazai pálya előnye az mindig segít. Én azt gondolom, hogy ha minden sportolónk úgy áll neki a versenynek, hogy amikor lejön a pályáról, tükörbe tud nézni, ami azt jelenti, hogy mindent megtett a győzelemért, mert veszíteni lehet, de nem mindegy, hogy hogyan. Ha mindent megtett a győzelemért minden egyetemistánk, és hű a Debreceni Egyetem szellemiségéhez, értékéhez, hagyományaihoz, viselkedésében, hozzáállásában, akkor elégedettek leszünk mindannyian.